Üdvözlöm a kedves nézőket! Mostani játékunk ismét egy ingyenes játék, Post House néven. A játéknak a Steamen elérhető ingyenesen, illetve a Original Soundtrackja is. Ha egyáltalán copyrightra vagy nyafogna a rendszer, akkor majd azt hozzátoljuk. Ugyebár elviekben ő most itt minden túlt ránhagy. Reméljük bírjuk, illetve Epic-en. Az egérkét, aki ott van, őt fogjuk elvileg irányítani. Temps, mint bélyegek. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 bélyeg. Pálya választó, ennyi van. 2, 4, 6 pálya. Hogy mennyire lesz nehéz, nem tudom, mert egyes leírás alapján tele van buggal, illetve 20 perc, meg másfél óra, meg társai idő végigvinni, úgyhogy nem biztos, hogy ebből több rész lesz, lehet, hogy csak egy. De inkább fedezzük fel a világot, meg nézzük meg. A grafika már most látszik, hogy szép. Most, hogy mivel készült, az jó kérdés, de ha netalántan addig utána néztem és kiderítettem, akkor ki fogom érni ide a képernyőre. Így vágjunk fel. Béka beugrott. Ő a főnök boss, Post Mouse, és mutatta ezt a csomót nekünk. Eléggé kómásak voltunk. Enter. Be, főnök, mi van? Mondja. Yellow Woods Post Service. És a béka is Post Mouse. I have a job for you. Van egy munkám a számodra. Amit tudok, azt majd hogy fordítgatok, amit nem, azt magsz feliratodom, vagy bármi, akkor a nyelv elvileg nem kell hozzá. Vicces voltam, hogy egy loading screen 1400 FPS-sel futott, most 60-ra lokkolta magát. I know this sudden, but no one has seen car the post begin. 3 days and the post office getting crazy back up with all these letters. Tudom, hogy de el lett küldve Karlal a pingvin postással, 3 napja, komolyan visszajött, vagy valóban visszadobta minden levele. Az semmit nem kérdeztette a postás. I would go and deliver this myself, szeretném menni és elvinni magam, de nem vagyok fiatal és fráj. Használja. A lényeg az, hogy ő nem viszi el, mert már öreg, vagy bármi, vagy társai, vagy az más, és minket kér meg, hogy vigyük el. Oda dob jelén. De főnök, én sosem voltam ilyen messz, de én korábban én még nem vagy, nem egyzettem erre. Post Mouse, postás egér. A twinkle in your eyes, állj az villogás a szemedbe. Elmondhatom neked, hogy ki tudsz menni és felfedezni a világot a kis szemszögetből, rendben. És te ezt ma megcsinálod, akkor veterán posta pingvinnel valami szállítva, mit szólsz? Megpróbáljuk, azt mondjuk, nagyon jó. Jó, a recipint menjünk Pablohoz a hatalmas fánál, vagy minél. Használd a térképet a következő postaira, de ahhoz, ha szükséges, hogy orientáld magadat irányba, állítsd magad. Na, most ugrás, hopp, 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 to it. Oké, okay, objektív updated és loading van. Oké, okay, itt vagyunk mi. Épp lassan betöltögettek a grafikák, és nincs meg a 60 FPS-ünk, és akadunk a krumpli. Majd szép lassan jön a dolgok. Lehet, hogy leveszem ultráról, mert
Epicről, mert nagy eséllyel Epicben több véremot akar megenni, mint amink van. Mindjárt FPS-em kisimult. Ha így már jobbnak tűnik. Esetleg Haig. Egyetlen gond van, hogy ma már nagyon nem programoznak normálisan, és földabálják a véremot a gépek, mert úgy voltam eddig vele, hogy 4 giga vére muntig elég, mikor választottam a laptopot is a Full HD-hoz, de ezek szerint sokszor nem. Úgy nézem, ez így most stabil. És elszédülés veszély. Jó, akkor ez így jó. Itt vagyunk, mi tudjuk magunk, szerint, hogy nem jó. Droppolunk. Azért is cink, ha droppolunk, mert úgy akkor nem nézze. Fordítjuk. Tárnyék jók legyenek. Tárnyék a nagy bajunk jelenleg, az nem tört be normálisan, de így eléggé látványosan, hogy van árnyék, meg nincs. Pont így vagyunk 60. Jó. Sajnos a játszhatóság oltárán lejjebb kellett vennünk a grafikát, az élesség az adott. Ahhoz képest, mint mondom, ne felejtsük el ingyenes játék. A Dacik térkép, Post Office, The Great Crane, arra kéne mennünk. Crane, akkor az a kút, az a... Mi ott van? Robin Klimb, az a hegy, Szikla, Pont, Hegy, Magaslat, Malvasz pedig a pass. Ez volt a Home. Shift-tel tudunk futni. Na, itt van még egy egér. Ő mert. Oh, here, Postmouse, where are you feeding? Mi van? Rossz adott neki egy levelet. Megtette, ó. Szeretnél látni pingvin arcát ezután. Oké. Hát. És a Pablót. Hallottunk róla. Tortis, remember correctly. Óriás kagyló. Rendben van, azt mondja. Itt zenés elindult. Not I'm sure it's fine. Úgy gondolja, mert hogy amúgy rendben van. Ő szerintem le vagyunk vadászva, akkor az jó. Elviekbe. Better part of the cycle, the predation around these parts. Tortúra gondolja jó. Persze, hogy figyelmeztetek, odakint le lehet minket csapni ezek szerint. Bal jobb gomb nem csinál semmit, space-szel ugrunk. Space to jump. Jó, abba az irányba kell gondolom körbe menni, hogy ott kijussunk. Nagyon nice. Rakom, most itt vagyunk. Külön map, tab, valami van-e. Az a baj, az irányítás, de itt van jobb control. Ez szerint ad, hogy hearing stance. Lehet dobni. Hát ezek olyan dolgok, amikről úgy nagyon nem akart szólni a játék még az elején. Oké. Okay. Simán kontrollal lehet walkolni. Az egy lopakodási mechanika akar lenni. Remélem nem ezt vezették fel bugnak, hogy a ugrás, mert teljesen rendben van. Hát akkor erre fele kell tovább mennünk, én úgy gondolom. Hát csak a skilleken múlik, hogy hogy jutunk tovább. Tartjunk a shiftet, a sprint. Oké, jó, nagyot tudunk ugrani. Gondolom erre ezt ki lehet hagyni a ugrálós részt, vagy arra fele kéne először eljutni. Ott egy makkocska. Bár különböző. Hát szerintem ezek madáretetők vannak.
Ahhoz képest, mint mondom, szép a játék, szóval, és elvégbe egy krumplin is elfut. Na, that's it, madár. Te bántasz? Falk. Temp. Vicces vagy, négy lábad. Spúkadál. Egy... A fészkénél a négy láb. Megérintettem a füleidet. Sosem hallottam még korábban. Még érdekesebb, mint a bélyegek. Ilyen mókus. Nem, az is madárház volt mögöttünk. Gyűjti a bélyegeket. A képek nagyon tetszenek ki rajta. Bár stamp van írva, ő is egy posta alkalmazott a kép alapján, ott, amit bal oldalt látunk. Nem vagyunk nagyon beszédesek, igaz? Bélyegeket gyűjtöget, mutassuk meg neki, ha van. Ő is megmutatja a saját kedvencét. Fehér fa. Ha te felmászol, használhatod a gombákat erre. És ott lesz egy titkos bélyeg. Vagy csak melyik gombára gondolgatunk, vagy hol. Most le tudunk esni, meg tudunk akkanni, nem tudom, fall damage van, erre gondol? Annyi instant leugrottunk a semmibe? Oké. Akkor vissza. Átfidelünk. Fész. Itt fel tudjuk simán vételni. Tetsz itt mag felirat. Ez len... Ja, ez a bélyeg, a mag. Hadd csak ide. Meg lett az első bélyegünk. Ezt már lentről láttam, ezt a mag kikont. Akkor ezeket is gyűjthetjük. Jó pofa. Igen, itt instant megint leestünk, ott futás nélkül nem tudunk akkor átmenni. Jó, és ha ezzel a titkos bélyeggel visszarohanunk hozzá, mondd de bármi. Nem hagyhatja el a házat, ő nem tud segíteni más bélyeget nélni, de mondd el, ha találtam, mint a szemem nagyon jó, te tudod. Lássuk csak. 6 bélyeg van lent a sárga fánál. De van egy kis dolgunk, hogy elérjük azokat. Utána... Próbáljuk később, ha lát valami változást. Oké, 6 bélyeg van a sárga fánál. Verít, de sárga fa. Ugyebár ilyen őszi tájszerűségnek tűnik, vagy nagyon tavasznak. Bármivel van... Hát... Mégis igen, lehet tavasz is. Már ősszel sárgulnak a levelek, tavasszal meg a délutáni kivirágzás van. Ja, hát akkor menjünk ebbe az irányba. Erre sem. Jó. Itt jöttünk föl. A gombáknak nem látom értelmét. Mármint olyan szinten nem látom értelmét, csak hogy nem erre kell menni, hanem akkor el kell hagynunk ezt a kis kuckót szerintem. Ott van egy jó nagy házikó. Ettől függetlenül jó pofa jadegérke ilyen postás felszerelésben van. Szerintem. És akkor itt, ha lejövünk megint, akkor Daci térkép. Akkor mi vagyunk a Post Office. A The Mav-nál voltunk, és arra a kavicsokat mutogatja, hogy abba az irányba megyünk, azaz fönt kellene elmenni. Egyenesen nem tudunk kirohanni, de egyébként ugyebár szólt, hogy mi ott menjünk.
Akkor itt megtanultuk azt, hogy a shift-tel kell. És jumpolni. Ugyebár erre fel tudjuk jönni. És akkor innen látványosan nem tudok abba az irányba mit csinálni, meg arra föl. Ha csak nem. Nem, az ott le van zárva, hogy látom. Még ha nagyon-nagyon megfutunk is, ott megakadunk a végén, úgyhogy az nem irány. Lehet, hogy ebbe az irányba kell tovább. Jesszen. Ha itt kiesünk, akkor nem látom át, hogy ott arra el tudnánk kacagodni. Egy tovább. Arra van, ahol följöttünk. Na. Itt a fa. Le is tudtunk fordulni, mint a koldek szerint. Gondolom arra át kell menni. Hanem a víz nem lesz a haverunk. How to use to interactive. Oké. Sent out derivative letters to show. Name's Pablo. Boss, meg kell keresünk, a közel van. Ja. Oké, akkor őt ott kell megtalálni abba, hogy ott is van. Jó. Ezek szerint az arc segít nekünk ez a hint a egérkérzékeléssel, meg a küldetésünk leírása. Tehát itt a teknős, itt is van egy egérke. Tasha! Nem nőin? Kedvenc kicsi, hát sibling, mint tesó. Milyen a posta, hogy megy a postáskodási munka? Az öreg béka mutat az asztalnál. I like a help where I can, but szeretnék segíteni, ahogy csak tudok, de miért vagy te itt? Úgy leallancsik, mintha nem akarnád, hogy itt legyek. You sounds like you don't want to be here. Your big sister is hurt. Nagy tesód bán. Ugye nagy tesódat ez bántja. The remains me, ez emlékeztet engem. I'm not here for you. Nem vagyok itt neked. Don't be mistaken. Tévedés. But mother was better than here. Some of our siblings kidnap. Több testvérünket is el... Ha ő nem téved, több testvérünk tűnt el. Kidnap, a gyerekrablása minden igaz. Nem mutat családi vacsorára hamarosan. Aha. Vagy híre, mint elmegy. Vagy fene tudja. Ugye ez egy kis plusz sztori, ha tudjátok, akkor hajrá. Root conflict what? Gyerit. Coach, probably try talking to join the family business again, but on 30. Tab arrow, six boss mouse. Okay. I really appreciate it. Jó, a lényeg az, hogy ez egy rokon volt, dumáltunk vele, mindenki örül, vagy épp nem. Kinek mi? Jó. És ilyen kis hőképet látunk róla egyébként. Ott mik vannak hőképre? Van végig lehet utálni. Oké. Fogadom erre. Nem enged interaktálni, de itt látjuk a gombák hőképét. Jó. Mármint azoknak a gombáknak a hőképét. Elveszünk a nagy fűbe, meg a kőbe.
Mind bármi extra. Semmi, akkor go to technős. Ide felállunk, hogy beszéljünk vele. Tehát tekik sok-sok ideig élnek. Na, hoztunk neki levelet. I have a post. Tortózi. Kicsi. Gondolom, te évet. Nem. Határozottan egy levél. Aha. Úgy értem, ő. Igen, ez egy levél a kuzinomtól, Pablótól. I can see why one would be mistaken. We look alike, we even have match patterns. I'm so sorry, so wrong person. The one you are looking for is down the river. Úgy néz ki, mint a folyó alól jönne. Más irány. I can travel down the river. Nem hajóztam még le a... Nem utaztam még le a folyón. Az, ami itt megy mellettem balra egy folyó. Az. Illetve itt mögötte azon kéne valamerre menni. Ugye arra leutazott a pingvin ezek szerint. But you can't follow it. Te tudod követni. Here can cross the river very narrow. Menjünk át itt a közelbe a... This is so embarrassing, I found a tortoise near the water. But I was wrong person, he told me it was with one blue, he followed the river upstream. Azt kövessem a folyónak a felirányítását. Jó, akkor próbáljunk meg egy átugrani shift-tel. És abba az irányba kell tovább mennünk. Igen. Erre bármi érdekes, mert kell nekünk amúgy bélyegeket gyűjtögetni, mert azt mondta a csőrös, hogy van jó pár. Ezekkel nem tudom, mit lehet kezdeni. És a kavicsokat sem értelmeztem még, hogy mit lehet trollolni. Erre eljövünk, akkor mi lesz? Van itt egy fogas kerék, házikók, meg ott van valaki személy, egy másik béka. És ott egy túloldalt, egy másik világ. Mert mi onnan jöttünk, és ott is vannak dolgok. Na, te mit akarsz? Robert, mi az? Egy postás? Keresem Pablót. Nem láttam Pablót. Úgy nézek ki, mint Pablo? Nem tudom. Valószínűleg nem. Mondd el, mit? Axiur Tokic Press Tortoise. Valamit. Ja, hát Robert, akkor nem őt kerestük. És le is póniskodta magát, hogy jön válaszolt. Jó, hát fedezzük föl még a dolgokat, mert River upstream. Kövessem a folyót fölfele való irányba. Szerintem ebbe az irányba lesz. Ittem alapján erre kéne jönni, mert nagyon lineárisnak tűnik a játék. Ezen része. Hogy merre megyek, közben itt próbálok nézelődni, hogy hát, ha látom valami jót, ott van, akit keresünk. Oké. Okay. Ilyen kontrollal simán sétálunk. Alapból négy mancson van, és akkor lehet még futni, ne esd le. Jó. Ebbe a csőbe gondolom. Amúgy tetszik, hangulatos a világ, szóval tényleg ingyenes játékhoz képest elég igényesen van összerakva, meg megcsinálva. Még hogyha egy kis egyszerű valami is. Ugye már a textúrákra adtak, szóval elég nagy felbontású textúrákról van szó. Meghaltunk. Túl rövid távon akartam futni. Oké. Okay. Ha nem nyomod normálisan a shiftet, akkor nem ugrabugrálsz. Elég messzire. Wow, platy.
Mondjuk ennyire kevés találásunk van a bélyegekre, vagy ennyire el vannak dugva? Ennyi mindennel fel van szerelve a tekihe. Jó, hozzád jöttünk elvégbe. Neked is ilyen magaslatra kell fölállni, hogy beszélgess? Persze, mert nem lát. Túl kicsik vagyunk. Pablo, mi az? Kis kreatúra, az a lény belépett a Adolf és a látóterembe. Do you know the mayor? Kárgya, tudom. Te tudod ki a... Hát, uralkodó, király, vezető, magyar. Egy váltott tölti ezt a falut, vagy város, pontosan talán. Személyesen nem tudjuk ki az. Ugyanaz. Ő nem tud elmenni, innen rég láttad. Nem tudunk úszni. Ő egy tortize és nem egy turtle, azaz ott. Tortize és nem teknős. Mi a bránunk az a tortize? Erre rákeresek most már, hogy egy kicsit azért több, mint értsünk már meg ebből a Gamescóból. Ha nem teknős. Teknős béka. Ő teknős béka és nem teknős. Mondd el nekem, hogy mi a különbség a kettő között, please! Na mindegy, ha tudjátok, írjátok meg kommentben, hogy szerintetek mi a különbség a kettő között, hogy ő nem tud úszni. Ő egy merchant, mint látjuk. Ugyebár, hát mondhatni feltaláló gépész, stb. Várja az új dolgokat, a híreket a városból. Food area. Currency around here is unbearably low. But no. Te vagy Mr. Pablo? Az egy és az egyetlen, miért kérded? Van egy levelem számodra, a sárga fa központi. Hát... Nem polgármesteri hivatal, de relatív egy önkormányzat központ, falu központ, város központ, ahol valóban. A levél kicsi, és nehéz lére esik neki elolvasni, the lettering is small and harder for me to read. Osmaus, would you read it for me? Föl tudod elolvasni nekem, te postásegél, Osmaus. Talán cuki hangod van. Soften the blow of rejection. Ő a legjobbat próbálja. Aha. Kedves Pablo, Mr. Ertortize. We are happy to inform you that application to establish Pablo's Arid Land Goods has been approved the Yellow Woods Ministry. Mi örömmel értesítjük, hogy a... Hát... alkalmazás elfogadta, vagy fut a Pablo Aridlan Goods, mint áruk, ugyebár mint a kis bolt, oda mennek a goodiek, az kis market, egy kis HBC, a sárga erdői minisztériumba. You are to establish your merchant store no later than the end of fall. Okay. Magát a boltját, ha minden jól értelmezem, az ősz végéig. Tarthatja. Otherwise we will offer the space another credit. A lehetőséget a merchant boltjára elviekbe az ősz végéig tartják fönt. Ha addig nem jelentkezik, akkor az üres helyet, ami lesz, azt mást érdeklődően fog jönni. Remember to register your lot with Needle Ash, Hedgehog, at the town hall. Emlékeztetően a regisztrációhoz
kell a Nettle Ash sündisznó, a Hedgehog ugyebár, a városházán, de Tom Fall végül is. In regards, Yellowstone, Woodstones, üdvözlettel, sárga erdő, város. I had prepared myself for rejection and you, my little savior, have given me hope. Azért vicces, hogy a lekkora teknős békának, hogy ott tudjon árulgatni, kért engedélyt, és ilyen picike levelet küldtek, amit a béka fogott a kezébe, amit mi bevágtunk ide a táskánkba. Na de hát ez mindegy. És kodex szerint nem posta alkalmazottakat mutogatott, csak egy kis képet, ami egyébként megint csak egy ötletes és szép megoldás, hogy mindegyikről van egy kép. Úgyhogy... És hogy miért mi vittük a levelet kis kreatúra magunként, azaz mint lényként. Az az, hogy mint egérpicik vagyunk, és hogy miért nem pingvinek, hogy kifogyott az erdő a pingvinekből. Akkor mondjuk rá azt, hogy ugyebár hossz történet, de örül, hogy szolgálhat, meg vagyunk mi. Oké, és akkor következzünk, megtartuk Pavlót és megkapta a levelet. Oh, that issued this took on the island. Ő beragadt a szigeten. Paca, ne örülj, megköszönöm, gyere ide. Megállt itt előttem nagy szemekkel, és rám nyávogott, hogy mi van, ahelyett, hogy ide jön. Úgy néz ki, hogy ő is, meg mi is beragadtunk itt a szigeten, szóval ő nem képes elhagyni Pablo a szigetet. Oké. Hát gondolom, akkor következő irányunk a bárhova és az akárhova van. Oda nem sikerült felugranom, nem tudom, hogy megugorható-e. Nem, az ott le van zárva. Jó. Ebbe az irányba eljövünk. Akkor el lesz jövő ebbe az irányba. Mi egyébként szerintem nem ragadtunk itt a szigeten, mindenki tudunk jönni. A nézegetek körbe valószínűleg már elhagytunk egy... bélyeget. Érdekes, hogy itt van egy pénztárca, a maszk rajta, meg kendők. Érdekes lába van. Na, itt majdnem leestünk, mert hogy megint nem futottam elég jól. Ilyen szép nagyokat repülni, csak ha full speeddel futunk, azaz több mancs lépés után lehet. Azok ott fent vadder krumplik. Nekünk abba az irányba kell menni. Én meg Pablót is adjuk meg a levelet. Most én megtaláltam Pablót és odaadtam a levelet, és hogy ne ragadjuk be, jó, abba az irányba megyünk el. Van egy ilyen kar. Vagy valami okosságot fogunk csinálni, hogy kiszabadítsuk őt. Oké. Ebbe az irányba megyünk. Oké. Itt sem látok semmit. Vagy ebben a nézetben nem fogjuk megtalálni a bélyegeket. Jó pofa az idle animáció és a karakterünknek. És az ugrása se rossz. Mert oda átugrok, akkor meg tudjuk ezt kerülni? Essünk be a vízbe, és ne fújjunk. Jó. Arra tovább lehet menni. Van egy ilyen érzésem, hogy nem fogjuk tudni meglátni így a bélyegeket, úgyhogy nem is foglalkozok már tovább vele. Valószínűleg, ha megtudjuk szerezni őket, megszerezzük. Ha nem, akkor majd egy másik részbe elkezdünk felfedezni teljesen, hogy kimaxolgassuk a dolgokat. Föl kell ugrálni. Interact with the switch. Ott van egy rész, hogy elvégben van benne áram.
És akkor az egy ilyen gőzgép propelleres fene tudja mi akar lenni, amit a daruval felemeli ezt a csomót. És gondolom, akkor azt odarakjuk Pablónak, vagy ide gyorsul, és akkor kiemeljük innen. Abba az irányba, amit tovább fogunk tudni menni. Jó. Eltú interakció. Na, és elindul a gépedet, kérem szépen. Ott van én mindenféle földi jó. Következő útirányunk. Oda föl. A Fonda Rumbling Device, találtam egy hangos vagy dübörgő eszközt, that seems have killed everything, nézd ki bármi, elkezdett mozogni. No, if only I could create a bridge. Most már tudunk csinálni egy hidat. Jó, hát akkor egyértelműen ebbe az irányba tovább. Oké. Arrafele szerintem van valami, de tippem alapján mi oda nem tudunk fölmenni. Még. Most ugye ez a jövőben hogy változik, az jó kérdés. Oda kéne eljutnunk. Mihez tényleg ebbe az irányba kell végigkeszen? Itt van abba az irányba út. És innen vissza lehet oda gyorsulni Pablóhoz. Vagy bármi és akármi. Most oda kéne följutnunk. Hogy ebbe az irányba följövünk. Nézelődjünk körbe. Egyébként sok helyen el tudunk mászkálni. Jó. Aha. Szóval az ott mocorong körbe. És nekem oda föl kéne jutnom. Arrább jövünk. Nem látunk semmit. Ezen föl kell mennünk. Egyszer. Már majdnem egy only up szintű kategória. Igen, ott van valami karocska. Egyszerű kis easy platformer megoldás. És akkor itt vannak gombok. Nem esetleg erre ráállunk. És ez így magától oda megy. Püff. Akadtunk egy jó nagyot. Megint. Itt vannak droppok, kérem szépen. Jó, elhoztuk magunkat ide. És akkor nekünk abba az irányba kéne most tovább menni. Oké. Mik ezek a droppok itt, kérem szépen, egy pillanatra 0 FPS, majd megint full. Valamit itt nagyon betöltött, amit nem akar. Tudom, hogy itt az altal is lehet szórakozni. Továbbra is egy bridge-et akarunk gyártani. Jó. Remélem nem is erre gondoltak a játékkal kapcsolatban a kommenteknél, hogy húgos, hogy itt akadozunk. Van még FPS meg társai, mert szuper egyszerű, mert ott van egy mozgó valami. Le tudjuk húzni a grafikát, kérem szépen, és nem bajunk. De ugyanúgy van, itt valami van, amitől itt meglaggolunk. Na mindegy, haladjunk. Ettől fogok leesni, ilyenkor szoktam agykövet kapni.
tőle, hogy te ma nem. Jó, itt abba az irányba tudunk. Látványosan nem látom, hogy valahol oda kéne átjumpolni. Azt nem mondta, hogy ott föl. De hogy így megyünk altal, ilyen meg élénken. Ebbe az irányba nem tudok felugrálgatni. Itt jött át. Megint ugrott egyet a kamera. Itt nem látom, hogy kéne tovább menni. Azt jelezte, hogy ott a gombák kellene. De azt nem mondta, hogy akkor vissza kell mennünk arra a cuccra és onnan a gombák irányába. Ne, innen nincs elég nekünk oda, főleg, hogy nem csak droppolunk. Itt ilyet ugrunk, és meg is haltunk, lesz-e neked full damage. Azt jelenti, hogy menjünk oda. Vagy ott még följebb a... De följöttünk. El van húzva oldalra az a cucc. Ha itt valami optimalizálási hiba lesz, mert itt ilyen nagyon durvának adodunk. Ennek az ott van Pablónál még egyszer. Még arrább nem hajlandó menni. Azt ott jelzi. Pablo, oda. Oda nagyon úgy látszik, hogy onnan kéne átugrani. Igen, ez túl magas, ebbe belehalunk. Jó, no para. Lemegyünk ebbe az irányba. Főleg, hogy innen jöttünk. Na, megérke ebben, ne hajj bele. Oké. Tudunk ugrálni. Ez szép volt. Kill is jó. FPS, amúgy SSD-n van a játék, szóval... A betörtési idő az nem lehet gond. Őt nem lehet megállítani, akkor őt eltelik, ha gondolom. Eddig nagyon szép volt helyből ugrani, mert nem futottam neki. Lónnál lejjebb nincs. Nagyon durván droppolunk. De hát akkor take it easy. Ját, így is. Ez is szép volt. Lehet, hogy így meg annyi frame rate-et vesztenénk, mert hogy folyamatosan nincs hiba abba, hogy csökkennénk. Majdnem elugrottunk kínáig már megint. Jó, ez szép volt, remélem, hogy nem még föl tudunk menni. Úgy látom, nem. Megfoltunk. Hát amilyen kis easy játék, úgy pusztulunk megfele sorra. Na, megérke neked veszélyes a dugut. Oké. Okay. Vedd a feleinkkel.
Így. Jó kis csövecskék. Más nem van, semmi van, megint laggolunk. Erre. És itt abba az irányba. Oké. Simaliba. Jó. És itt merre szeretnénk most menni amúgy? Átugrasztottál ide. Minden süti, minden zsír, de arra a gépre át tudtam volna menni amúgy is, szóval ide. Itt lefele nincs értelme menni. És abba az irányba meg biztos, hogy nem ez kell. Így makkanunk meg a laktól. Igen, az ott vat. Azt kellene elmozdítanunk, de... Őszintén, ott van a út föl. Onnan oda be nem lehet ugrani szerintem. Jó, hát próbálkozzunk meg megint az úttal. Itt nem veszek észre. Most ott a pálcikát mutatja, de nincs értelme. Oda, onnan is át tudtam sétálni kérdés nélkül. Why? Ezt a cuccot már használtuk. Oda lett húzva. Vég arrább nem engedi, most nem hinném, hogy vissza kéne küldeni oda. Annak megint csak nincs értelme. Akkor innen föl tudunk ideugrálni. Nem látok semmi olyat, ami érdekes lehet számunkra. Igen. Azért jöttünk ide, hogy innen ideugorjunk. Mert úgy nagyjából nulla értelme volt. Egyébár itt már más csinálni nem tudunk. Csak nem kér ilyen lehetetlen mászkálást, és le is pottyantunk. Szerencsére túléltük. Egyébár erről jöttünk. Akkor föl tudunk jönni. Csak nem olyan krumpli főzelék a Pablo, hogy most oda kell hozzá menni, és azt mondja, hogy te, itt egy híd masszámára, hogy utána majd visszajöjjünk és újra fölmenjünk. Jó. A Pablo sincs jelölve. Vagy nincsen körünkön belül. Jó, ebbe az irányba nem csak semmit. Ebbe az irányba. Sem nem csinál semmit, és csak is oda mutatja. Azt hittem, hogy megindult. Hogy ott mit akar. Tudunk gyártani egy hidat, de minek a mivel a miért? Szerintem az rossz helyen van. Tippem alapján csak simán vissza kell menni Pablohoz. Amit ugyebár így is meg tudunk tenni. Ebbe az irányba visszajövünk. És akkor we are happy. Mert itt adjusztelünk ide. És kaptunk egy objektív update-et.
I did it, megcsináltam, azt mondja. Hát, hogyha ezt egyértelműben leírtad volna, és nem azt a hülye ikont írkálod, hogy odaugráljunk, akkor egyszerűbb lett volna. I made a bridge for Pablo, csináltam egy hidat Pablónak, and myself to get off the island, hogy el tudjuk hagyni a szigetet. I sure to talk to him to make sure he's okay, beszéljek vele, hogy minden, hogy ő rendben van. And afterwards I will, az a divilnek a rövidítése. Afterwards, hát, hogy utána, vagy hogy eredmény. Tell the boss I'm done so I can get back to work. Jó, akkor beszéljünk vele, utána húzzunk haza. Jó, üdvözöllek, dücső lovag, szép a ruhád, nincsen lovad, 5 FPS-sel jumpolunk. Ragadd a magyar. My tiny savior, I don't know how you manage, but the rumbling sounds is back and the way back is clear. No way can make my lot in time. Nem tudja, mit csináltunk, de visszatért a dübörgő hang, és az út tiszta lett, hogy most fogja magát, mert sok időbe telik, megmentetted az vállalkozásomat és a rejtélködésemet, hide. If there is anything you need, come back and ask, ha bármi kell a jövőben, gyere vissza és kérdezz. Köszönöm, Mr. Pablo, boldog vagyok, hogy szolgálhattam. Oké. Okay, veled meg vagyunk. És abba az irányba kéne most mozognunk, vagy csak a random kumpli már megint. Nem, úgy látom, akkor mi ebbe az irányba el tudunk menni. Rendben, rendben, itt visszamenni, úgy gondolom. Visszamész a post office-ba? Yes, no. No. Erre tovább. Ja, hogy nem megyünk abba az irányba tovább, hanem itt a kérdés, hogy visszamegyünk-e az D-be. Visszamegyünk, oké, okay. Yes. Ja, akkor fast travelezünk egyet, loading screen mellett, nekem jó. Oké, okay, visszaértünk. Most mouse vissza is tértél, ilyen hamar. The recipient of this took but... A recipient picit beszorul, de jelenleg segítettem ezt a hatalmas teknős békát ki. Manager did it you? Levezényelted vagy menedzsertet támogattad, végigvitted? Csináltad? Tell you what, Postmouse, mondd el mit csináltál. Postmouse, I keep running the desk if you keep with the setters. Ki fogok futni az asztalból, ha itt van a levél, vagy... Look at the bird brain, Carly, you are out. Úgy néz ki, hogy a madár Carl azt mondta, hogy te kimentél. Where the first delivery was ended, but az első szállítás nem volt rossz. I could take another, ha kell, van már, kérek másikat. Jó, so where am I going, merre menjek? There is right, tudod, egy jó hozzáállás, how do you feel about hikes, poszmot, mit szólsz a magaslatokhoz, megér? Magasságok, rendben, as long as I can land safely. De jó, rendben van végül is, hogyha biztonsággal tud landolni. A letter is addressed to Eric, Danda and Amori. They are nest of Robin's living the top of the clock tower, föntről annak az órába, akkor de ez három madárka lesz. A Knoftel struktúra to the north, de tudod, van egy magas épület a északon? Are the way up there, mint fent vannak? Not felvedett, it's just a bit of height, ez csak kicsit magas. I sure you manage just fine, bízik benne, hogy ezt megoldjuk, there looks folks counting on you, as mouse. Nyelünk egyet, glup, és akkor el is megy bele a kis tütyőnkbe. Jók az animációk, nekem tetszenek. Nincs FPS-számunk, az nem érdekel in moment, és akkor megint menjünk bele. A főnök adott nekem egy másik levelet, de azt mondta, hogy föl kell másznunk magasabbra most.
is one of group of Robins leaving the clock tower. The csapat Robins of the war you. Nem az a kláv. Vörösbegy. A Robins az vörösbegy. Akkor vörösbegyekhez megyünk, akik a Lóra toronyban vannak. Oké. Okay. Csá, boss. Elgyorsulunk ide. Ó, boss, most jó, hogy látunk. Tak. Sortize. Nem volt túl sok neked, nem Pablo, tökéletes. Nem politikus, hanem viselkedésű. Jó, jó. Látunk. Máskor is. A lút úgy néz ki, hogy el volt zárva. A leeső cikláktól. Valóban szerencsétlen egy vállalkozásnak, nem gondolod? Jó. Most újra laposan van és szerencsés, és tud haladni. Én gondolom, hogy kiszabadítottuk a technis békát, ugyebár arról van szó. Nova X Nova do like climbing and much rest of us, but see yellow lynch hair. Most én tudom, hogy te nem szeretsz mászni, meg fárasztó, de... Hát elvégben most fel fogunk mászkálni, majd akkor... If you ask you, I keep a auto, I'm going up after all. Gondolsz? Használhatjuk a nagy füleinket, mint csak ugye bár, mert hogy a vörösbegyek szeretik a kis egérkéket. Jó, ott nagyon picél minden, de ezen tudunk mászni, vagy ez miért van? Climb of Lynches. Oké, ezen tudunk mászni. Az itt adé van. Oké. Akkor már is van egy útvonalunk. Nice. Ott is föl lehet mászni meg itt. De most már akkor tudjuk, hogy miért tudunk erre jönni. Jó. Óratorony. Where is the óratorony? Oda. Nice. Jó messzire megyünk. Objective update. Seems like surface power lynch is in the spell. Arra kell mennünk. This suit help me get out the turtle. Segíthetnek a magas torony a kapcsolatba. Ott van valami, hogyha ott lenne valami rajta ott van a comón. Abba az irányba, most a magatesóval nem foglalkozunk. Jó, itt valahogy át akarnánk jesszelni, de szerintem a vízbe csapódunk, belemakkanunk. Ott van valami levél, aha, látjuk, az ott egy bélyek, kérem szépen. Jó, a technős béka szerintem nem fog velünk foglalkozni. Kicsi egér, sikerült megcsinálnunk a tüzet, sikerült. Megkérdeztettük az első levelet, igen, nagyon jó, örül. Pablo most tud a boltjával foglalkozni. Oké. Okay. Az is teknős béka, és se szeret úszni akkor. Kettő közel van. Egyszer. Elvesztegetett idő. Remélik, külpedik kettőtök között. Ó, remélem a dolgok rendben vannak. Megosztottuk a Jar of Fartman Dates. Hát a Jar az ugyebár az a edényke, vagy befőttes üveg, ha jobban tetszik. A Fermented, de az Paldadéc, az elvileg meg Randi.
Na mindegy. Oda kell eljutnunk, arra fele van valami, úgyhogy szerint eljumpolunk. Elnézünk ebbe az irányba. Itt miből élünk. Ott van egy ilyen levélke. Hát nem levélke, boríték, bélyeg az. Ilyen makkocska. Megvan a második, kérem szépen. Ez pacolka. Pacamat itt fel van borulva mellett. Kukicskodik. Jó. Akkor ez volt a nagy fa, más itt nem láttunk, amit lehetne gyűjtegetni. Arra fele megyünk. Ja, hát akkor vissza arra, amire jöttünk. Itt a kettő között elhájdolunk. Kettő között elhájdolunk, kérem szépen, annyira vagányak vagyunk. Itt van valami fölmászási procedúra. Oké, nagyon nice. Oda kéne eljutnunk a itatóhoz első körbe. Ó, de szép vagy már, te. Jó. Nem tudom egyébként, hogy ilyenkor a világ úgy bebetöltöget, vagy... vagy bármi és akármi. Tehát, hogy előbb is el tudtunk volna ebbe az irányba gyorsulni, vagy... vagy nem. Föl lehet mászni, but why? Ilyen alacsonyról nem. Jött nagyjából egy ilyen átugrásos szisztematikát kell majd elkapni. De, mint mondtam, most akkor nagyon a felfedezésekkel nem foglalkozunk. Simán átestem a szikla alá, mert nem jó, nem ugrattam. Jump! És jump! Jó! Jump! Föl lehet mászkálni abba az irányba, meg az is egy útirány szerintem, de akkor próbálkozunk meg ebben az irányjal itt. Jó, aranyos egyébként, hogy így jelezve van, hogy hol tudunk mászkálni ezekkel a pohákkal. Jó. Hogy az ott följel. Itt is egy egérke. Te melyik kuzin leszel? Hello! Ah, a chem. Excuse me, I'm trying to calculate the value of this property. Ő Archibald. És elnézést kérlek, próbálja kiszámítani az árát, értékét ennek a valaminek. Hatalmas struktúra, amit látsz. Jobbra előtted. Hát jobbra előttem amúgy te vagy. De szerintem abba az irányba gondolsz, úgyhogy ezt a szép nagy épületet próbálja meg szerintem számítani. Legendák mondják, ez a család hatalmat élt itt, ugyebár, és rég az évek óta elhagyatott ez a cumó itt előttünk, a szép nagy palota kastély valami. És hogy amúgy mit érhet ez a hely. Ó, van egy levelem. Neked. Amikor úgy nézel ki, mint aki szellemet lát. Becélom a piacot, hogy akarok. Jó, hogy szellem lát járta. Nem.
you are, hogy nekünk van munkánk, ez a kiszállítás, a levél. Rendben, a well, keep an eye out of for ghosts, azaz tartsd a szemed a szellemeken, célzom a piacot, akarok, akik akarnak élni egy kísértet tanyán, Haunted Mansion. Mansion, tanyán, vagy szellem járt a ház, ha jobban tetszik. De nem értetted ezt. Postás eger, you wouldn't understand postmouse, and landlord works is quiet, innovative and important. Az uraság dolgozott csöndben, és fontosat. There's just so much free real estate, ez egy szabad piac, vagy értékes. Tehát az estate ugyebár ilyen téren a ingatlan piac akar lenni, hogy ügynök. És gyűjtés megbecsül mind az övé a jövőbe, az hogy egy ingatlanos akar itt lenni. Jó. And what would be your asking price for the structure or the way up here? Mondd, mit szeretnél te kérdezni. A kérdés ára talán, mert price az az ár, ugyebár a struktúra egésze ben a fölfele útra. Jobb lesz, ha most indulok. Oké, okay. Akkor elviekben elmagyarázta nekünk, hogy krumpli főzelékek vagyunk. És remélem abba az irányba kell menni, mert onnan eltűnt a jelölő egyébként. Lehet, hogy erre gondoltak, mint bugok, hogy itt volt az eger lent, de oda fölmutatta először az itatóba, és hogy ezeknek a jelölőknek pontatlan a dolga, de hát oda fölmegyünk, ami lehet, hogy valószínűleg még följebb van, csak hát oda mutat. Jó, errefele le tudunk jönni. Úgyhogy szerintem élvezhető a játék ilyen téren nagyon, és jó pofa kis aranyos sztoria van. Igen. Oké, eddig van. Féljebb mászunk, mert tényleg ötletes, jó pofa, és azért free. Meghalunk. Lepocsantam. Oké. Arra fele tovább, most akkor a nem sikerült ugrás, vagy miért kerültünk ide? És oda megyünk, van itt bármi érdekes lehet nekünk, érdek szerint nem van. Jó, az út irányt találjuk, meg arra eljöttünk. Igen. Erre megyünk tovább. A föl lehet mászni valamiért. De egy, nem tudok nézelődni, kettő, az nincs tartozás. Kettő nem lehet teljesen fölmenni. Jó, ez akkor megcsalt. Hát akkor itt lefele tudunk jönni, kérem szépen. De abba az irányba megyünk, úgyhogy erre. Most ugyebár visszaraktam Epicra a játék grafikáját, láthatod, hogy egész szép. Most a droppokkal nem tudunk mit kezdeni, mert optimalizálatlan, meg társai. De úgy vettem észre, hogyha le van véve a grafika, akkor még annyira se optimalizált, mert szerintem nincs kihajtva olyankor a gép egyáltalán. Jó, akkor ebbe az irányba elgyorsulunk. Itt bármi és akármi. Valam akkor erre.
Nem feltétlen, mert ide amúgy fel tudnánk jönni. A bal irányba inkább. Tetszik, hogy egyébként nagy látszólag nem csak egy út van. Igen, ott ugrani kellett volna. Tökéletes látószög meg kapkodás eredménye. Jó. Akkor itt fölmászunk. Áram eddig enged idáig. Innen jumpolunk, itt megint mászunk. Aranyos kis platformer szerintem. Jó. Följön. Erre olyan, mint egy hatalmas süti, pedig ez gombák. Ne esd le. Oké. Nem be az irányba. Jó, és akkor ott be. Pontosan be a csőbe. Nem véletlen kérdezte tőlünk a béka, hogy félünk be a magasba, és ez még csak a kezdet. Jó? Szent János bogara. Simpsons Surface Cover Link Charizzi. Kell. Tehát, hogy el van fedve az. It should help me get up tartottam. Oké, és akkor itt megkérdezi, hogy bemegyünk fel ismeretlenbe. Menjünk, abszolút. Krumpli lesz. De jó, mert akkor ilyen kis szakaszokra van osztva a terület, és akkor... Látjuk a dolgokat, hurrá. Objektívek update-elve. Ilyen a hely úgy néz ki, hogy a cső. Onnan én kijöttem, használ folytatásán valaminek. Le kell találnom az utat és tovább kell menni. Jó. Akkor itt vagyunk bent. Remélem itt a játék ment. Éven quit. Igen, és akkor kantinyák társít. Unatkozunk, lent a sapka. Pálya választó, itt tartunk, Agot Bedroom, és akkor meg lesz pálya. Ez így aranyos, mert akkor legszerint nem egy rövid játék, mert így több mint egy óránál tartunk mi, és oké, hogy felfedezés, újra próbálkozás, stb. De nézzünk is akkor a Steam adat lapjára. Jövőben. És akkor itt látható maga. Spoiler arra, hát itt nézünk dolgokat, tök jó, hogy van este is edek szerint. Egy különböző kis logikai feladványok akadnak. Nézzük két videóját. This small, frail looking post mouse is supposed to deliver mail. Surely you're not talking about this strong, brave post mouse ready to find the recipients of the letters. Strong. Look at how it drowns in the strong currents. Megbakkant. Peaceful currents. There's nothing dangerous around these parts. Right, like murderous friendly creatures out to eat the poor thing. I'm sure they're quite nice once you get to know them. And look at how it gets lost. How is something so small supposed to find its way in such a large environment? Ez meg volt. Itt konzol vezérléssel nyomják, PS-sel. Right. But you know, most importantly, Postmas is... Super cute, right? Super cute. Super cuki a postás egér.
Jó, azokat kell gyűjtögetni. Jöbben. Twitter's Collective. Animation Workshop, University, GameCube Video. Bár ez a logó nagyon hasonlít a Godotra, de nem hiszem, hogy az lenne a grafikus motor. Egy perc itt is. Látványos, hogy 30 frame-mel se fut a videó. Viszont változatos helyekkel leszünk. Eddig sem volt piskóta, és ezt meg akkor megfejeli. Kisegér nagy kalandja, úgy is mondhatnám. Ide tartunk szerintem most, ez lesz az óratorony, ez meg a jövőbeni pályák. Az este meg társai, ott tettőtték a... Ó, macska! Postásegér, akkor találkozni fogunk egy sziszával is. Mert ez annyira nem meglepő, mert... közösségi megosztások voltak. Úgyhogy... stúdió története... animációval és komputergrafikával foglalkozik a gyártócég, a gépigény az papíron krumpli. Gyakorlatilag, mint az RTX 2070 és a GTX 970, ami azt mondja, hogy igencsak videokártya igényes, mert az RX 480-at nem feltétlen sorolnám oda, de nem rossz az se. De ugyebár ennek a 1070, majd a 2070 a folytatása, hogy nem véletlen kéri azt, nekem meg 30-50 van, ami fele annyit se tud, mint a 20-70, és akkor meg finoman fogalmaztam. Ettől függetlenül úgy érzem, ez nem foglal 10 gigát. De 8,9. Jó, hát 10-et kért, SSD-n van, és ugyebár itt a soundtrackje is, el is jár a ingyenes csomókba, úgyhogy tudom ajánlani bátran. Próbát megér, itt a macska egyébként dolgunk lesz, és meg itt is, neki hoztunk levelet. Valaki küldött nekem egy levelet, Lee Nice, leszpoilereztük magunknak, jó pofa ez a fanás rajz. Hogy nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek, lesz folytatása jövőben a játéknak. Úgyhogy ha gondoljátok, ti is bátran próbáljátok ki, mert mint mondtam, ingyenes Steam-em. És egy komplett játékot kaptok, amihez ingyenes a soundtrack is. Hogy kontrollert visz. Ezek szerint nem egy egyórás kis játék, hanem több. Úgyhogy ezúton is a Criterion Collective-nek gratulálok, hogy ilyen játékot összehozott így ingyenbe. Már elvégben már tavaly január 30-án megjelent, az Animation Workshop-nak a kiadónak is. Hogy nektek is köszönöm, hogy megnéztétek, találkozunk legközelebb, addig is. Sziasztok!